Azt hittem, hogy tökéletes kereszténynek kell lennem ahhoz, hogy Isten tetszését és szeretetét elnyerjem. Luke Bernard keresztény családban nőtt fel, de 25 évesen elhatározta, hogy nem lehet az a személy, akivé korábban válni akart. Más utat választott. Sokat ittam, teljesen alkoholistává váltam. 2013. március 9-ére Luke csak mások elbeszéléseiből emlékszik. Baráti iszogatás után Luke épp hazafelé tartott, amikor elvesztette irányítását az autója felett. Kritikus állapotban mentőhelikopterrel vitték kórházba. Csak annyit mondtak, hogy Bernard úr, azonnal jöjjön ide. Nem ígérhetünk semmit. Luke apja Daniel épp Houstonban volt üzleti ügyben, és a következő járattal repült is Los Angelesbe. Felesége Kathy floridai otthonukból érkezett. Amikor beléptem a szobába és megpillantottam, rögtön tudtam, hogy súlyos a dolog. Nem ismertem rá. A feje meg volt dagadva, a szemei lecsukva, zúzódások és csövek mindenütt. Adva volt egy nagyon-nagyon rossz helyzet. Itt volt az idő a cselekvésre. Vagyis az imádkozásra. Luke kómában volt, kevés eséllyel a túlélésre. Családjának azt mondták, ha túl is éli, vagy vegetatív, vagy súlyosan sérült állapotban él majd tovább az agysérülések miatt. A nyakát és a hátát is eltörte. Luke családja azonban nem volt hajlandó elfogadni a prognózist. Teljes szívünkkel hittük, hogy Luke-nak nem ez a végzete, hogy 25 évesen meghaljon. Egyszerűen tudtuk. Elhatároztuk, hogy elszánt, specifikus imákat fogunk mondani érte. Mindenkit mozgósítottunk. Több ezer ember imádkozott. Elmondtuk nekik, pontosan mikért imádkozzanak. Luke szülei az ágya mellett maradtak, igét olvastak neki és imádkoztak. 11 nappal később felébredt. Amikor felébredt, ott voltam mellette, és Daniel megkérte, hogy ha megismer engem, akkor szorítsa meg a kezemet. És megtette. Amikor a sürgősségi osztályról átszállították a rehabilitációra, még mindig lélegeztetőgépen volt. Az orvosok nem tudták, fog-e újra járni. Elkezdte mozgatni a lábait, mi pedig várjunk csak egy kicsit. Mutatta, hogyan tudja felhúzni és kinyújtani, felhúzni és mozgatni a lábait. Hívtuk az orvosokat, és megnézték. Azt mondták, ez nagyon jó jel, mert tudatos mozgás. Újabb röntgen vizsgálatok következtek. Folyamatosan azt mondogatták, stabil, ami azt jelentette, hogy nem láttak törést. A baleset után kevesebb, mint egy hónappal Luke végre elhagyhatta a kórházat, és visszatérhetett Floridába a szüleivel. Sisakot kellett viselnie egészen a koponya műtétig. Lassan elkezdett új emlékeket is szerezni, és nem csak a hallott történetekből táplálkozni. Rádöbbentem, hogy itt valami különleges dolog történt. Valami egészen különleges. Luke kórházi jelentése azt mutatja, hogy hármas szintű kómával került be a sürgősségi osztályra. Ez a legrosszabb szint. Senki nem volt biztos benne, hogy teljesen fel fog-e épülni, még dr. Peter Green idegsebész sem. Az olyan embereket, akik Bernard úrhoz hasonlóan hármas szintű kómával jönnek be, és pár hónappal később a saját lábukon sétálnak be az agyklinikára, egy kezemen meg tudom számolni. Ez nagyon-nagyon-nagyon ritka. És hát, hogy mondjam, hezitálok kimondani, de amikor ilyet lát az ember, az majdnem csodának tekinthető. Tudtam, hogy sokan imádkoztak értem. Ez Luke-ban újabb kérdéseket vetett fel. Miért, Istenem? Miért én? Azt hittem, tökéletesnek kell lennem, hogy jobban legyek Istennel. Ekkor rádöbbent valamire. Az ember nem tud olyan módon viselkedni, hogy kiérdemelje Isten szeretetét, mert ez már megvan. Ez Isten ajándéka. Ő szereti az embert, és elküldte a fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon értünk, mert szeret bennünket, és velünk akarja tölteni az örökké valóságot. Friss szemmel olvassa a Bibliát, és újra elkötelezte az életét Jézus mellett.
mintha egy nagy teher ment volna le rólam. A rehabilitáció minden nap az agysérülésekből való felépülésen dolgozott. Egy reggel álmából felébredve elkezdett forgatókönyvet írni. Sikerült egy hónap alatt befejeznem, pedig csak a nevem leírását 4 órán keresztül kellett volna gyakorolnom. A forgatókönyv a kedvenc címet kapta. Luke lázasan dolgozik a filmen, ami 2 testvér képében mutatja be fizikai és szellemi gyógyulását. Néha mondom is neki, hogy Luke, te egy csoda vagy. Egy igazi csoda. Isten jósága és hűsége örökké való. Hát talán Isten olyan dologra akar használni, aminek a végeredményét még nem feltétlenül látom, de nem is kell. Csak várok, figyelek, és hittel válaszolok Isten tökéletes akaratára és az ő csodálatos vezetésére.